mintegy 20 szimentáli bikát tart Holló Zsolt kólai gazda. Köszönve a piaci lehetőségeknek, 2 éve kezdett húsmarha tenyésztésbe. Van kilátás szerinte az ágazatban, most növelni az állományt, csak kedvező legyen a felvásárlási ár. 2 euró, ha számolom, az pozitív nulla. Ha már 2,10, 2,20, na akkor ott van már haszon. Mert akárhogy számolja az ember, azért elhúzódik vele munka, pucolni, munkás fizetni, besegíteni, ha több van szabadon, mivel egy ember nem győzi, képesíteni, meg nagyon sok befektetés van azt egyszerre. Törökországba az eddigi 5000-ről 10000 tonnára növelték a marha hús kiviteli tételét. Áprilisban újabb kiszállításra lehet számítani, mondta Nenad Katanić mezőgazdasági segédminiszter. Ennek függvényében az ágazatra jelentős támogatást különítettek el. Mi smo značajna sredstva i način subvencionisanja u govedarstvu predelili znači za tovno govedarstvo, onaj nivo subvencija koji je važio kod proizvodnje mlijeka, odnosno kod mlečnih krava i dalje ostaje 25.000, ali smo znači za unapređenje tovnog govedarstva uveli neke nove mere i povećali iznos subvencija. A segédminiszter hozzáfűzte, hogy a törzskönyvezet fajtiszta húsmarhákra egyedenként 30, míg a nem bejegyzett állatokra 20000 dinár a támogatás. Egy gazdaság ezt akkor igényelheti, ha legalább 2 bejegyzett jószága van.